Olasz-magyar megállapodás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzés egyik kiemelt partnere lehet a jövőben Olaszország. Javuló foglalkoztatási mutatók, 18-ról 9%-ra csökkent Szabolcs megyében a munkanélküliség mértéke 7 év alatt. Új oktatási módszer, 10% alá szeretnék csökkenteni a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon 2020-ra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzés egyik kiemelt partnere lehet a jövőben Olaszország. Együttműködési megállapodást ért alá a megyei közgyűlés elnöke és a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke csütörtökön. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Első céljuk, hogy az Erasmus Plus program segítségével olaszországi gyakorlati helyet biztosítsanak a vendéglátásban tanuló diákok számára. A közös munka révén a megye további előnyökre tehet szert a Marco Polo elnevezésű olasz idegenforgalmi konzorciumnak köszönhetően. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és Szabolcs megye együttműködési megállapodását írták alá a megyeházán. Jelenleg is több olasz befektető van a megyében, leginkább a könnyűiparban, közölte Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, a kamara elnökével a napokban volt egy komoly megbeszélése, ennek eredménye a csütörtöki megállapodás. A leginkább körvonalazódott elképzelés a megyei szakképzésben, képzésben, programokban történő bekapcsolódás az Erasmus Plus programok révén. Ez gyakorlatilag vendéglátós szakemberek, szakmunkások képzését, továbbképzését jelenti olaszországi gyakorlóhelyeken. Ennek eddig még csak Budapesten vannak előképei, tette hozzá Sesták Oszkár. Azonban a megyében működő olasz éttermek vagy a most épülő szállodák munkahelyet is biztosítanának a külföldi gyakorlattal rendelkező szakképzett munkaerőnek. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, a két ország közötti gazdasági helyzet egyre erősebb, az import-export kapcsolatok nagy mértékben fejlődnek. Állítása szerint már több olyan céggel is beszélt, amely szívesen működne a megyénkben is. A mostani fejlesztés mindkét fél számára előnyös. A két országban más-más munkafolyamatok és innovációk működnek. A jó gyakorlatok cseréje az olasz és a magyar gazdaság fejlődését is segítik majd a jövőben. Az együttműködési megállapodásnak köszönhetően az úgynevezett Marco Polo olasz idegenforgalmi konzorcium is a megye segítségére lehet. A nemzetközi közösség elősegíti a kapcsolatot az európai partnerek között, például a munkaerőcsere, a kutatás-fejlesztés és a közös képzések tekintetében, hangzott el a megyeházán. Tovább csökkent itthon a munkanélküliség mértéke, jelenleg 4%-on áll. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is javult a ráta, 9%-ra csökkent 18-ról 2010 óta. Megyénkben a regisztrált álláskeresők több mint fele alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzetlen, ami csökkenti elhelyezkedési esélyeiket. Csökkent a regisztrált álláskeresők száma itthon, a munkanélküliségi ráta minden régióban alacsonyabb az elmúlt évekhez képest, Szabolcs megyében is, erősítette meg 35 perc című műsorunkban a megyei kormány megbízott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben a 18%-ot meghaladta az álláskeresőknek a száma, addig mára ez a szám a 9% alá csökkent már, tehát nagy mértékben több tízezer fővel csökkent az álláskeresőknek a száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Emellett a foglalkoztatási ráta is nőtt, ugye ez a kettő egymással párhuzamosan mozog, de ami számunkra inkább fontos, és mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy a foglalkoztatási ráta tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már nem sereghajtó. 4.445.000 embernek van munkája itthon a hivatalos statisztikák szerint. Az elemzők azt írják, a magyar munkaerőpiacon ezt az aktivitást a béremelkedés is hajtja felfelé, de mindeközben országos szinten 55.000 betöltetlen álláshely is van. A szakember hiány tehát mindenhol megjelenik, ezzel párhuzamosan sok olyan cég is van, ahol el kellene a munkaerő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 27.000 regisztrált álláskereső van, akik jelenleg nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A végzettségüket tekintve viszont a helyzet, a kép az jóval szomorúbb. Ezeknek az embereknek több mint a fele az maximum 8 osztállyal rendelkezik.
21%-a valamilyen középfokú képzettséggel, szakmunkás képzettséggel, és ugye ezen túlmenően nagyon alacsony arányban szerepelnek azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy valamilyen technikusi végzettséget szereztek. Tehát magának a munkaerő hiánynak az is az oka többek között, hogy akik munkát keresnek, azok nem rendelkeznek olyan végzettséggel, nem rendelkeznek olyan képességekkel, amilyenre egy-egy munkahelyen szükség lenne. Az uniós finanszírozású foglalkoztatási programok egy része éppen az átképzésekre, képzésekre fókuszált, tette hozzá a kormány megbízott. Ezek között a hátrányos helyzetű csoportokat támogató Út a munka világába programban országosan 12 000 ember vehetett részt eddig. Kiemelte továbbá az ifjúsági garancia programot is, amely 11 000 fiatalt segített újabb képzettséghez, egy második szakmához. Ezek a képzési programok a munkaerőpiaci igényekhez igazodnak. 10% alá szeretnék csökkenteni a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon 2020-ra. Ez a célja annak a projektnek, amelyben a Nyíregyházi Egyetem is részt vesz konzorciumi partnerként. Ennek része, hogy egy olyan oktatási módszert vezetnek be, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatást alkalmaznak majd az általános iskolákban. A projekt végére 2021-re országos szinten mintegy 35 000 pedagógus kapja meg az ehhez szükséges továbbképzést. Amíg az Európai Uniós átlag egyre csökken, addig Magyarországon emelkedett a korai iskola elhagyók száma az elmúlt években. Az Eurostat felmérése szerint 2016-ban 12,5% volt azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban. Ennek javítására 7 felsőoktatási intézmény az oktatási hivatallal közösen egy komplex programot vezet be 2021 után az általános iskolákban, közölte a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatója. A kormányzat és az oktatáspolitika tudatában van annak, hogy nagyon erős a korai iskola elhagyás Magyarországon, a végzettség nélküli iskola elhagyás, és ezzel mindenféleképpen változtatnunk kell. A célkitűzés az, hogy a 10% alá csökkenteni a lemorzsolódást az évtized végére. Ennek érdekében egy újfajta személyközpontú oktatási módszert vezetnek be. Ez olyan kiscsoportos foglalkozásokat jelent, amellyel a diákok számára élmény lehet a tanulás, tette hozzá Nagyné Smelcer Erika. A módszer preventív jellegű, a szociálisan hátrányos helyzetű térségekben működő általános iskolákban alkalmazzák majd, így azokat a diákokat szólítják meg, akik fokozottan ki vannak téve a korai iskola elhagyás kockázatának. További előnye még az újításnak, hogy segíti az együttműködés kialakítását az iskolatársakkal, a csapatmunka pedig a kompromisszumkészséget és az önbecsülést is javítja, hangzott el a nyitó konferencián. Az iskolákban alapvetően a nemzeti alaptantervet tiszteletben tartják a pedagógusok. Az az elképzelés, hogy a tanórák minden tizedikét fogják felhasználni ennek a modellnek az alkalmazására. Tehát a gyerekek ugyanazt a tanmenetet követik, mint bármelyik másik iskolában, amelyek a NAT-ot követik, csak a minden tantárgyból a tizedik óra egy ilyen rendkívüli óra lesz. 2021-ig a Nyíregyházi Egyetemen 2923 tanár vesz részt egy 120 órás továbbképzésen. Országos szinten pedig összesen 35 000 pedagógus bevonásával vezetik be az új módszert. A projektre összesen több mint 9 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. 199 nevelőszülőhöz kerülhetnek új háztartás és egyéb a család életvitelét segítő eszközök. Ugyanebből a nyertes pályázatból juthat forrás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi igazgatóság és területi gyermekvédelmi szakszolgálat épületeinek felújítására is. Az elnyert támogatásról ma számoltak be a szakellátás megyei intézményei. A sajtótájékoztató megtudtuk, a megyében évente 500 gyermek kerül be a gyermekvédelmi rendszerbe. A gyermekek születésüktől kezdve felnőtté válásukig jó esetben soha nem találkoznak a gyermekvédelmi ellátórendszerrel. Szerető családban nevelkednek, megfelelő lakókörülmények között élnek, azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente 500 gyermek kerül be valamilyen gyermekvédelmi rendszerbe. A nevelőszülői hálózatban közel 1300, és megyén belül azok a gyerekek, akik nem nevelőszülői családokban, hanem
gyermekvárosban vagy lakásotthonokban élnek, az ő számuk is még közel 1000. Tehát rengeteg olyan gyerek van, aki saját családját nélkülözve. Ugye ez a pályázat arra is szolgál, hogy a dinamikus kapcsolattartás a vér szerinti családdal megvalósuljon, illetve a gyereknek a végleges sorsának a megoldása is lehetővé váljon, akár örökbefogadással, akár hazagondozással, vagy a rendszerből kikerülve az önálló életkezdésben tudjuk őket segíteni. A pályázaton elnyert 106 millió forintból felújítják Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán található megyei gyermekvédelmi igazgatóság és területi gyermekvédelmi szakszolgálat épületét, és összesen 199 nevelőszülőhöz kerülhetnek új háztartási és egyéb a család életvitelét segítő eszközök. 11 éve vagyok nevelőszülő, jelen pillanatban 5 gyermeket nevelek, 3 nagyobbat és 2 csecsemőt. A pályázat abban segítene a picikéknél, hogy van egy fejlesztésre szoruló gyermekem, aki kisebb izomgyengeséggel született és rengeteg tornázásra, tehát fejlesztő eszközökre van szükség. Tehát ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha nem csak nekünk kellene beszerezni, hanem az intézmény besegítene ebbe, de ez nagyon sok nevelőszülőtársamnak is nagy. A nagyobbaknak pedig a tanulásnál esetleg olyan háztartási dolgok, tehát technikai dolgokra, amiben már a tanulásban tudná őket fejleszteni. A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es nyilvántartása szerint ma Magyarországon 115.677 gyermek kerül kapcsolatba a gyermekvédelmi rendszerrel. Éppen ezért az ellátórendszer és ezen belül a nevelőszülői hálózat fejlesztése és az infrastruktúra javítása elengedhetetlen. A rendszerbe bekerülő gyerekek társadalmi integrációját növelni kell. A jelenlegi pályázati forrás is ezt a célt támogatja. Tudatos városfejlesztés jellemzi Nyíregyházát, jelentette ki sajtótájékoztatóján Szilvási István, a Fidesz nyíregyházi alelnöke. A megyeszékhely modernizációját több nagy beruházás segítette az elmúlt években, és támogatja jelenleg is, tette hozzá. Kiemelte a jelentősebb út- és közlekedés fejlesztéseket, intézmények energetikai korszerűsítését. A fideszes politikus úgy fogalmazott, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően egészen új arculatot kapott több városrész is. Igazából 2010 novembere óta, mióta a jelenlegi városvezetés átvette a város irányítását, szépen lassan, fokozatosan, több területen is fejlesztettünk eredményesen. Ez több térséget is érint. Ilyenek például az elmúlt éveknek a legnagyobb fejlesztései, amikről most csak így hirtelen gondolnék beszélni. Például a Tiszavasvári úti felüljárónál található racionalizált kereszteződés, a kis STK megújítása, a Continental Arena, illetve azok a rengeteg olyan beruházásunk van jelenleg is folyamatban, amely a közeljövőben átadásra kerül, és sokkal modernebbé, élhetőbbé teszi a várost. ...236 érmet osztottak ki a nyíregyházi sportélet kiválóságainak tegnap a Nyíregyházi Sportcentrum évzáró rendezvényén, amit Mikulás napon tartottak. A sikeres sportolóvá váláshoz 3 fontos dologra van szükség. Tehetségre, kitartásra és alázatra hangzott el a rendezvényen, ahol Szabó Tünde sportérfelelős államtitkár kiemelte, a versenysportban elért eredmények mögött ott van a sportolók családjainak odaadása is, ahogyan támogatják, segítik gyermekeiket. Hagyományteremtő jelleggel indított el a Nyíregyházi Sportcentrum évzáró rendezvényét. Igazán szép évet zárnak a sportolóik, hiszen az országos döntőkben, versenyeken elért dobogós eredmények erről tanúskodnak. Megajándékozták a sportolókat és szakmailag is értékelték a 2016-2017-es idényt az évzárón, ahol több mint 1000 sportoló foglalt helyet a küzdőtéren. De sokan nem tudtak részt venni az eseményen, mert a rendezvény idején is versenyen voltak. Az elmúlt évben az alaptevékenységünket nézzük, az utánpótlás képzést, akkor elképesztő eredményeket értünk el. Megnyertük a legmagasabb korosztályban kosárlabdában az országos bajnokságot, megnyertük kézilabdában az országos junior bajnokságot, döntőt játszottunk a női röplabda junior bajnokságon, megnyertük felnőtt korosztályban az atlétikai országos bajnokságot, és már úszásban is egy szisztematikus munka után ott vagyunk a felnőtt bajnokságon, a dobogón.
A Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt hetekben elkészítette első image filmjét, melyben minden szakágát és tevékenységi körét bemutatja. Az ünnepségen összesen 236 érmet adtak át a sportolóknak, 77 bronz, 82 ezüst és 77 aranyat. A versenysportban elért eredmények mögött ott van a sportolók családjainak odaadása is, ahogyan támogatják, segítik gyermekeiket, emelte ki Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár. Elsődleges az, hogy a szülői háttér támogassa a gyermeket abban, hogy aktívan sportoljon. Én amikor gyermekeim születtek, én kitűztem magam elé, hogy 6 éves kortól 18 éves korig minden gyermek naponta sportoljon, akár egy órát, akár többet, de muszáj, hogy fizikailag aktív legyen. Sokkal jobb nekik az oktatás szempontjából, akár a mindennapos tevékenységekben, ugye céltudatosságra neveli őket. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta, rendkívül büszke a város sport életére, a fiatalokra. Az önkormányzat sokat dolgozik azon, hogy a városban, az iskolákban minden feltétel adott legyen a gyerekek számára a napi sportolási lehetőségekhez, mondta. Az önkormányzat is ezért fejleszti, támogatja a sportot az utóbbi években. Talán most már lehet mondani, hogy látványosan, hiszen megvannak az eredmények, az infrastruktúrától az ösztöndíjakig, és hát itt van egy ilyen sportcsarnokunk, ami szintén kell ahhoz, hogy ilyen programokat szervezzünk, és valóban ők egy példaértékű dolgot csinálnak, a célunk az, hogy minél több gyerek sportolja. A sikeres sportolóvá váláshoz három fontos dologra van szükség, tehetségre, kitartásra és alázatra. Sikeres évet tudhat a háta mögött Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező két év alatt a 250. helyről a 85. helyre küzdötte fel magát a világranglistán, a magyar válogatottal pedig 22 év után a világcsoportba jutott. Néhány éve még egy időre a magyar válogatottból is kikerült Fucsovics Márton. 2015-től azonban folyamatosan felfelé ível a nyíregyházi teniszező pályafutása. Ekkor került az egykori remek teniszező, Sávolt Attila kezei közé Fucsovics. Két éve kezdtük el a közös munkát, és azóta gyakorlatilag csak is felfelé ível a teljesítményem. Nehezen indult a közös munka, az első pár edzésen olyan edzésmunkát végeztünk, amit előtte még soha nem végeztem, úgyhogy egy 2-3 hónapig össze kellett csiszolódnunk. A közös munkának pedig meglett az eredménye, azóta rohamosan fejlődik Fucsovics teljesítménye. 30 év után edzője, Sávolt Attila után ő az első magyar teniszező, aki a top 100-ba jutott. 2017-et a 85. helyen zárta a világranglistán. Amikor elkezdtük a közös munkát, akkor ő már az elején megmondta, hogy 2017 közepére leszek körülbelül az első 100-ba, és ez teljesen pontosan be is igazolódott. Nagyon sokat fejlődtem teniszileg is, inkább az első évben, a második évben pedig inkább a mentális részén foglalkoztunk többet. Utóbbira nagy szükség is volt, hiszen nem indult könnyen a közös munka. Elsősorban azért, mert Marci súlyos térdsérülés szenvedett, ami miatt közel 10 hónap kihagyás várt rá. Ez egy 9-10 hónapos sérülés volt, nem volt annyira súlyos, hogy ne tudjak játszani, de egy-két versenyt fel kellett adnom, illetve edzésen se tudtam 100%-os erőbedobással edzeni. Úgyhogy ez is hátráltató volt, és ahogy az elmúlt utána rögtön jöttek a jobb eredmények, Challenger tornákat nyertem, úgyhogy onnan indult a felfelévelés. A jó sorozatban pedig majdnem sikerült egy igazán nagy skarpot is elcsípnie Fucsovicsnak. Októberben a bázeli ATP 500-as negyeddöntőjében Fucsovics két labdára volt a továbbjutástól, csak nüanszokon múlt, hogy nem győzte le a világranglistán 5. horvát játékost. A legszebb eredmény szerintem az évvégi bázeli 500-as ATP negyeddöntőben Csillicsel játszottam, döntőszett 7-6-ra, igaz, hogy kikaptam, de ez egy nagyon nagy mérkőzés volt, és a két évnek a megkoronázása. Már csak azért is, mert a közönség is díjazta a mérkőzést, ha jól emlékszek, azért felállva tapsoltak meg téged. Igen, óriási élmény volt, nagy ovációval búcsúztattak a pályáról, ez biztos, hogy még az unokáimnak is el fogom mesélni egyszer. Az egyéni sikerek mellett a magyar válogatottal is történelmi tettet hajtott végre. Legyőzték az esélyesebbnek tartott orosz csapatot a Davis kupán, úgy, hogy Fucsovics két top 40-es ellenfelet is legyőzött. Ennek köszönhetően a magyar csapat 22 év után szerepelhet a világcsoportban.
Nagyon örülök, hogy 22 év után felkerültünk a világcsoportba, óriási teljesítmény. Én idén nem veszítettem mérkőzést a Davis kupában, úgyhogy igen, szinte nekem köszönhető, hogy fel tudtunk jutni. Fucsovics Márton szerint a legjobbak között már közel azonos képességű játékosok versenyeznek egymással. Egyébként nincs nagy különbség, tehát az első 300-ban körülbelül mindenki ugyanúgy játszik. Itt napi forma szokott dönteni, mentális felkészültség. Fucsovics az új évkor rajtoló indiai tornán kezdi meg a 2018-as szezont, majd az Australian Open és a belgiumi Davis Kupa párharc szerepel a menetrendjében, aztán Budapest után Dubaj és az amerikai keménypályás versenyek következnek. A nyíregyházi teniszező 2018-as nagy célkitűzése, hogy megszilárdítsa helyét a top 100-ban, és lehetőség szerint még javítson a jelenlegi világranglistás 85. helyén. Most pedig híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzés egyik kiemelt partnere lehet a jövőben Olaszország. Együttműködési megállapodást írt alá a megyei közgyűlés elnöke és a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke. Első céljuk, hogy az Erasmus Plus program segítségével olaszországi gyakorlati helyet biztosítsanak a vendéglátásban tanuló diákok számára. Tovább csökkent itthon a munkanélküliség mértéke, jelenleg 4%-on áll. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is javult a ráta, 9%-ra csökkent 18-ról 2010 óta. Probléma viszont, hogy sok álláskereső alacsony iskolai végzettsége miatt nem talál munkát. 10% alá szeretnék csökkenteni a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon 2020-ra. Ez a célja annak a projektnek, amelyben a Nyíregyházi Egyetem is részt vesz konzorciumi partnerként. Ennek része, hogy egy olyan oktatási módszert vezetnek be, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatást alkalmaznak majd az általános iskolákban. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időjárásra számíthatunk esővel. A mediterrán térségben lévő anticiklon peremén eleinte még viszonylag enyhe és alacsony nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk a magasban. Pénteken egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely térségünkben hullámot vet, így felhőzetéből sokfelé kell számítani kiadós csapadékra. Az előttünk álló éjszaka beborul az ég, párássá válik a levegő, köd is képződhet, ónoszitálás előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, eső, zápor főleg délutántól sokfelé várható. A déli, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton a jobbára borult égből sokfelé várható csapadék, az esőt egyre inkább havas eső és havazás válthatja fel. Vasárnap reggelig még előfordulhat havazás, hózápor, majd ott is kisüthet a nap. A jövő hét első felében általában erősen felhős, illetve borult időjárásra van kilátás, többfelé újabb kiadós esővel, hétfőn délelőttig még hó is hullhat. Hétfőtől pedig gyakran erős, időnként viharos lökések kísérik a szelet, mellyel jelentős enyhülés érkezik.